13 szál gyertya, főhajtás Békés Csabán az aradi vértanúk tiszteletére. Pelikán József a nagy ember, Gyoma Endrődön emlékeztek Kállai Ferencre. Véget ért a gara, Lukovicki Máté lett Békés Csaba új diák polgármestere. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Békés vármegyében a nemrégiben felújított Geszti Tisza kastélyban zajlott a legutóbbi kormányinfó. A szintén az épületben zajló kétnapos kormányülés döntései kapcsán a miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, Magyarországnak új exportpiacokra és fejlett technológiára van szüksége a világ minden részéről. A magyar válasz erre a helyzetre a gazdasági semlegesség. Gulyás Gergely ismertette, a következő években az a cél, hogy a magyar gazdaság 3-6% között növekedjen. Ezt segíti többek között a munkáshitel, a tőkejuttatása KKV-knak, valamint a családi adókedvezmény megduplázása 2026. januárjáig. A kormányülés most további három feladatot szabott. Az egyik a megfizethető lakhatás elősegítése, a második a gazdasági növekedésen alapuló gyors bérnövekedés, gyors béremelésnek az elérése. A harmadik pedig méretváltás, méretugrás a kis és közepes vállalkozásoknál, sőt általánosságban is a vállalatoknál, de ennek fókuszában a következő másfél-két évben a kis és közepes vállalkozások fognak állni. Megfázás, fejfájás, magas cukor és vérnyomás. Mind azt jelzik, hogy megérkezett az ősz. A változékony időjárás nem csak környezetünkre, de szervezetünkre is folyamatos hatással van. Éppen ezért érdemes odafigyelni testünk jelzéseire. Jelentősen nőtt a megbetegedések száma az elmúlt hetekben. A folyamatosan váltakozó időjárás megviseli az embereket, ennek hatása pedig a gyógyszertárakban is érezhető. Dr. Melczer Mária Ágnes, a Békés Vármegyei Gyógyszerészi Kamara elnöke elmondta, most ezeknek a változásoknak van itt az ideje. Akár a vérnyomásuk ingadozott, nem hiába szedte a gyógyszert, nem akart beállni, rosszul létek voltak. Tehát ami ezzel járt, ez a pillanatnyi néhány napos leülés. Na most azért azt tudni kell, hogy általában is az emberek érzékenyek. Az egyik legérzékenyebb, vagy legkülönlegesebb változás, amikor a nyárból bemegyünk az őszbe. A hideg-meleg időjárás váltakozása a migrénben, a cukor- vagy szívproblémákban szenvedőkre fokozottan kihatással lehet. Dr. Sonkoly Iván háziorvos szerint a szélsőséges időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás még egy egészséges ember szervezetének is megpróbáltatást jelent, de a krónikus betegeknél ez fokozottan igaz. Az egészségi állapot függvényében rendszeres testmozgásról gondoskodni kell, egészséges táplálkozás, vitaminok bevitele, ezáltal ellenálló képességünket tudjuk javítani. Nagyon fontos, hogy a rendszeres orvosi vizsgálatok megtörténjenek, tehát vércukrot, vérnyomást folyamatosan karban kell tartani. A folyamatos váltakozás pszichésen is megviseli szervezetünket. A kettős front idegrendszerünk két ágára hatva válthat ki nyomottságot vagy álmatlanságot. Varga Éva, klinikai szakpszichológus kiemelte, ez mindenkinél más mértékben jelentkezik. Ha valakinek van valamilyen olyan idegrendszeri problémája, betegség vagy állapot, ami már régebben kialakult, epilepsziások esetén például ezek a fronthatások, ezek sokkal erőteljesebben nyilvánulnak meg, illetve hát az életkor előre haladtával egyre inkább érezzük ennek hatását, ki milyen mélységben. A szakemberek szerint a legjobb, amit tehetünk, ha ezt figyelembe véve fokozottan figyelünk alvási szokásainkra, az időjáráshoz alkalmazkodva választjuk ki aktuális öltözékünket, és rendszeresen eljárunk a szükséges ellenőrző vizsgálatokra. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Békés Vármegyei Szervezete 2006 óta rendezi meg a Prima díjátadó gálát. A jeles eseményt idén október 11-én szervezik meg a Békés Csabai Jókai Színház vigadójában.
A VOSZ Békés vármegyei szervezete 2006-ban csatlakozott a 2003-ban Demján Sándor által megálmodott és magánvagyonából útjára indított Prima Primissima mozgalomhoz. Békés vármegyében a vállalkozók mecénásként a megye kulturális, tudományos és sportéletének jeleseit 1-1 millió forintos díjjal ismerték el, ám idén ez másképpen lesz. Ezen felül a kultúra területén pedig 3 Prima díjat osztunk ki. A Prima díj a legrangosabb díj, amit a Békés vármegyei VOSZ, és azt gondolom egyébként megyei és országos szinten is a kultúra szereplőinek oda lehet ítélni. Különösen azért is, mert idén már 2 millió forint összegű díjazásban fog részesülni a Prima díjas. Ezen felül pedig egy képzőművészeti alkotás lesz maga a díj, ami önmagában eszmei és anyagi értéket is képvisel. Ifjabb Losonci István, a VOSZ Békés vármegyei szervezetének elnöke köszöntőjében felelevenítette, céljuk a magyar vállalkozások és munkaadók a magyar gazdaság sikeres működésének elősegítése. 5 személy fogja megkapni a vármegyei év vállalkozói kitüntetést, 1 személy fogja megkapni a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat, és mint minden évben 3 Prima díjasunk lesz, idén a zeneművészet, a táncművészet és a népművészet területéről. Az egyik díjat jól ismerem én magam is, két okból is, mert 2003-ban édesapám kapta meg a VOSZ évvállalkozója országos kitüntetést, én pedig 19 évvel később követtem az ő példáját, és 2023-ban én állhattam fel ugyanarra a színpadra. A támogatók segítségével megszervezett esemény október 11-én lesz a Békés Csabai Jókai Színház Vigadójában. Az aradi vértanúkra és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek péntek délelőtt a hősök tiszteletére állított kopjafáknál Békés Csabán. Az ünnepi műsort a Szent Györgyi Albert Technikum pedagógusai és diákjai állították össze. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza a csendes álmát az aradi 13. 1849. október 6-án végezték ki a Magyar Szabadságharc 12 honvédtábornokát és egy ezredesét Aradon, még Pesten Battyányi Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöke halt mártír halált. A tragédiát megelőző eseményeket Kreisz Andrea, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium pedagógusa idézte fel. Az Európán végig söprő szabadságküzdelmek között a magyar forradalom és szabadságharc volt az egyetlen, amely nem elsősorban belső gyöngesége miatt bukott el, hanem az ellenség katonai fölénye következtében. 1849. augusztus 13-án a fővezérré kinevezett Görgei Artúr világosnál letette a fegyvert. A haza gyászba borult. A megemlékezésen nem csak a Békés Csabai iskolák diákjai és pedagógusai, de városi szervezetek, hivatásos szervek, a nemzetiségi önkormányzatok és a politikai pártok képviselői is részt vettek. A magyarság szabadság szeretetét talán legjobban kifejező, 56 mellett legjobban kifejező ünnepségünk ez, és nagyon szép, vagy nagyon kedves látvány az, hogy minden évben sok fiatal vesz részt ezen az ünnepségen. Az önkormányzat részéről, a társszervek részéről is részt vesznek képviselők ezen az ünnepségen, és azt gondolom, hogy méltó módon tudjuk így megünnepelni 1848-49 emlékét, illetve a aradi vértanúknak az emlékét. Az ünnepi műsor után a megjelentek az aradi vértanúk ligetében felállított kopjafánál helyezték el koszorúikat. Gyoma Endrődön minden év október 4-én emléknapot tartanak a város híres szülötte Kállai Ferenc tiszteletére. A Nemzetszínésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész életét egy frissen megnyílt tárlat mutatja be. Az emléknap a hagyományoknak megfelelően koszorúzással indult, ahol a város vezetői, a meghívott vendégek és a település lakosai fűhajtással fejezték ki tiszteletüket a színművész köztéri szobránál. A program az új kiállítótérben folytatódott, ahol Toldi Balázs polgármester kiemelte, két tárlatot is megnyitnak, hiszen Kállai Ferenc hagyatékai mellett az Aranka Játékbaba Múzeum darabjai is itt kapnak helyet.
Vidovszky Béla városi képtár épületét újítottuk föl, és építettünk hozzá egy másik szárnyat. Tettük ezt annak érdekében, hogy azok a kulturális helyek, amelyek a településünket jellemző kiállítói terek, azok nagyjából egy helyre, egy utcára koncentrálódjanak, hiszen itt velünk szemben itt van a Kner Nyomdaipari Múzeum, amely szintén egy jelentős hagyatéka a településünk történelmében. A fővárosi nagy cirkusz főigazgatója aláhúzta, egy kis település életében rendkívül fontos, hogy az ott élők mindig emlékezzenek példaértékű szülöttjeikre. Azok a gyerekek, azok a fiatalok, akik itt nőnek fel ezen a településen, kell, hogy lássák, hogy attól, hogy ők egy fővárostól távoli településen születtek, attól az ő életük az ugyanolyan lehetőségekkel van tele, mint hogyha New Yorkban, Párizsban vagy Budapesten születtek volna. Azokat a statisztikákat, amiket megnézek, a maradandót alkotó nagy művészek, nagy tudósoknak az igen jelentős százaléka valahol egy kis településen született. Az eseményen Závodján Magdolna, kultúráért felelős államtitkár mondott ünnepi köszöntőt. Egy közösség életerejét, lelki állapotát érzékenyen és pontosan jelzi minden cselekvés, mely tudatosan és tervezetten irányul a helyi értékek felkutatására, azonosítására és féltő, szerető megóvására. Egy település közössége számára nem kevesebbet jelent saját értékeinek beépítése ünnepeibe és hétköznapjaiba, mint a megmaradást, a biztos és reményteli jövőt. Ez pedig felelősséget ró mindazokra, akik számára ez a hely életük színterét jelentette, és jelenti ma is. A nyitóbeszédek után Balogh Dorottya, a Békés Vármegyei Levéltár igazgató helyettese nyújtotta át a település Légy büszke örökségedre dokumentumát Toldi Balázs polgármesternek, majd a Csóri Sándor program Békés Vármegyei díjazottjainak adták át az erről szóló dokumentumokat. Ezt követően tárlatvezetéssel folytatódott az ünnepi program, amely dokumentumfilm vetítéssel és színházi előadással zárult. Nagy Istvánnénak, az Erzsébet helyi általános iskola pedagógusának, valamint a Békés Csabai Extrém Sport Egyesületnek ítélte oda a közgyűlés a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetést ebben az évben. A díjazottak csütörtök délután a 32. Csabai Garabonciás Napok záró rendezvényén vették át az elismeréseket. Nagy Istvánné 1975 óta dolgozik pedagógusként, aktív művelődési szervezőként és tanárként sokat tett a helyi fiatalokért. Legfőképpen a fiatalok szeretete kell ehhez, az együttműködés készsége, képessége, és a rengeteg élmény, az mindig tovább vitt, egyik feladattól a másikig. A másik kitüntetést a Békés Csabai Extrém Sport Egyesület kapta. Andó Bence elnök elmondta, az önkormányzati támogatással végrehajtott fejlesztés az egyesület sportpályáján és az extrém sportolók befogadó közössége nagy segítség tevékenységük pozitív megítélésében. De nagyon boldog vagyok, hogy tényleg sikerült ezt elérjük, mert hogy mint mondtam fönt a színpadon is, hogy azért régebben az extrém sportoknak nem volt meg ez az elismertsége, vagy ez a, hogy mondjam, hogy ez a elfogadottsága. És örülök, hogy az elmúlt 5 évben például olimpiai sportág lett a BMX, a gördeszka is, és így elfogadottabbá váltak ezek a sportok. Szarvas Péter polgármester a díjátadón kiemelte, a mostani kitüntetettek sokat tettek és tesznek Békés Csaba ifjúságáért, valamint azért, hogy a fiatalok hasznosan töltsék szabadidejüket. Tanárnő is, illetve az egyesület is nagyon sokat tett az elmúlt időben és jelenben is azért, hogy az általuk mentorált programot, személyeket jó irányba vezesse, és nagyon sokat áldoznak szabadidejükből azért, hogy a fiatalok akár az extrém bringa pályán, akár más tevékenység kapcsán értelmesen töltsék el az idejüket, egészséges épp felnőttek legyenek belőlük. Az önkormányzat 2007-ben döntött a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetés alapításáról. Azóta minden évben az ifjúságért dolgozó, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, egyesületek kaphatják meg a díjat.
Köszönjük. A csütörtök esti eredményhirdetéssel ért véget Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye, a 32. Csabai Garabonciás napok. Az elektorok és a zsűri a legtöbb, 133 pontot Lukovicki Máténak, a Keri jelöltjének adták, így a következő egy évben ő lesz a város diákpolgármestere. Ilyen hangulat fogadta a 7 diák polgármester jelöltet a 32. Csabai Garabonciás napok csütörtök esti eredményhirdetésén. A stábok fergeteges hangulatot varázsoltak a Csaba gyöngyében, és mindenki izgatottan várta a végső eredményeket. Hajdú János volt diák polgármester is színpadra lépett, aki visszaadta a város kulcsát Szarvas Péter polgármesternek. Köszönjük szépen azt a bizalmat, hogy tavaly megszereztetek nekünk. Dolgoztunk nagyon sokat, reméljük, hogy a következő utódaik is sokat fognak dolgozni, azért, hogy nektek élhető, és egy csodás Békés Csabán legyetek. És a 32. Csabai Garabonciás napok győztese, Lukovicki Máté, a Keri jelöltje! A 32. Csabai Garabonciás napokat végül Lukovicki Máté, a Keri jelöltje nyerte meg. Ő kapta a legtöbb elektori és zsűrii szavazatot, szám szerint 33-at. Máté úgy fogalmazott, hogy minden jelölt kitett magáért és beleadott mindent, a meghirdetett programjukban szereplő terveket pedig azonnal elkezdik végrehajtani. A ügynökségünk azonnal neki fog látni annak, hogy felvegyük a kapcsolatot az iskolákkal, és elkezdjünk tenni azért, hogy kialakítsuk a közösségi tereket. És ezen túl, még rövid időn belül, nagyon fontos intézkedéseket fogunk tenni az érdekében, hogy a környezetet óvjuk itt Békés Csabán. A zöld Békés Csaba nevet egy még újabb szintre emeljük, és emellett szeretnénk minél több adománygyűjtést szervezni az elkövetkezendő egy évben. Szarvas Péter polgármester adta át a város kulcsát az új diák polgármesternek, aki elmondta, hogy az idei 32. Csabai Garabonciás napok színvonala méltó volt ahhoz a címhez, hogy Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye, hiszen a jelöltek és a stábok is megtettek mindent a győzelemért. A 7 stáb és a 7 diák polgármester jelölt kitett magáért ebben az 5 napos versengésben, és valóban szinte minden egyes versenyszámban nagyszerű produkciók születtek, igazi őstehetség volt mind a 7 fiú, és hát a végén is nagyon szoros küzdelem volt, mint ahogy a pontszámok ismertetésénél ezt hallottuk, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó diákpolgármester lesz Lukovicki Máté, és a diák alpolgármesterek is nagyon ügyesek lesznek. A 32. Csabai Garabonciás napok ezzel véget ért. Lukovicki Máté alpolgármesterei a következő évben Gellért Milán és Gábor Tibor Dominik lesznek. Első hazai mérkőzésére készül a női kézilabda NB1-ben szereplő Tappe Békés Csabai Előre NKS-e. Rácz Sándor csapata az előző fordulóban bravúros sikert arató Moson-Magyaróvár ellen diadalmaskodó Albafehérvárt fogadja hazai pályán szombaton. Rövid bemelegítéssel indult a Lilák csütörtök délelőtti edzése a városi sportcsarnokban. Takács Eszterék legutóbb 2,5 héttel ezelőtt a címvédő Ferencváros otthonában léptek pályára, azóta már az első hazai összecsapásra készültek. Az Esztergomból Békés Csabára igazoló irányító átlövő szerint a bajnoki szünetnek köszönhetően több idejük volt most a felkészülésre, ezt pedig ki is tudták használni. Úgy gondolom, hogy a csapat teljesen összeért szerencsére, nagyon jól fel tudtunk készülni a Székesfehérvárnak a játékére, ugye már videóztunk és nyilván készülünk, hogy valami különleges taktikával is akár. A csapatban úgy gondolom, hogy mindenki vért iszik a mérkőzésre, és tényleg mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében. A csabaiak jelenleg pont nélkül állnak, a tabella első 3 helyezettjétől vereséget szenvedve. A fehérváriak azonban kifejezetten jól kezdték a bajnokságot. Hazai pályán a Vác legyőzése mellett az előző szezonban bronzérmes Moson-Magyaróvárt is felülmúlták. Rácz Sándor, a csabaiak vezetőedzője kiemelte, készen állnak a feladatra és szeretnék megnyerni az első hazai találkozójukat.
A Fehérvár szépen játszik az idén, néztük a mérkőzést, Móvárt megverték, azt jelenti, hogy a csapat ő is fél van készítve, és én a bajnokság előtt mondtam, hogy az idén nagyon nehéz bajnokság lesz. Azt mondtam, hogy 10 csapat mindenkit megver, de nem úgy van, hanem 12 csapat, mert Debrecen is már elbukott egy mérkőzés, és Móvár azt jelenti, hogy 12 csapat egyforma, hol van 2 erősebb, a Ferencváros és a Győr. A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Az összecsapást felvételről kedden 21 órától teljes egészében is láthatják a 7.tv-n. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!